Ebben a műsorban elég nehezen megy. Azért rögtön az elején megjegyzem, hogy még mindig nem hiszem, hogy ez egy dal. Tehát, én megmondom őszintén, csak azt néztem, hogy visszarepültünk a 90-es évek, tényleg a váltömés és az NDK papucs vagy szandál is megvolt. Szép lenni, nagyon óvatos és trendy. Én nagyon-nagyon jól éneket. Egyébként csak reppelt akarom mondani. Na, rettetesen jó volt, igen. Az és a ez a szemöldök, amiteket festettek. Nagyon szép. Tibi? Hát azt gondolom, hogy a műsor készítői egy ilyen heroikus küzdelemben vannak, hogy találjanak egy dalt, ami jól áll a Kutcherának. Egyelőre nem sikerült. Tehát, hogy a komplet magyar zenetörténelem azt gondolom kevés lenne. Figyelj, nagyon szórakoztató volt. Olyan volt egyébként, hogy a Kozsónak ment volna a busza, nem? Hogy az első verszakot megpróbálta gyorsan letudni, mert neki menni kell, tudod? Tehát, hogy a refrénre már neki másik városban haknia. Jó pofa volt. Tehát, hogy... Ami jó volt, meg szimpatikus volt egyébként a dalban, az volt, hogy legalább most már láttam az arcodon, hogy te is tudod, hogy rossz vagy. Tehát, hogy a Gabinak az arc vég... Tehát, hogy konkrétan följöttél, lenyomtad, de közben tudtad, hogy rossz. Tehát, hogy ez a dologban a szerethető. A Hennitől el vagyok álljóval, fantasztikusan énekelt, ezt szögezzük le. Bár... Reptében is. Ugye, forgás közben is nagyon jó. Bár, hogyha valaki nagyon-nagyon megesküdött volna nekem, hogy nem te vagy, én elhiszem. Nem tudtam hirtelen, hova kell berakni kezem. És benne maradt a szerepben, kicsit... De ez egy kicsit kínai akcentus, tehát ez nem a szamurájos. Nem fél. Tudom, hogy beszél japán-kínai. Hát nekem ugyanaz. De egyébként a Kuki most kezdi először érteni, egyébként nagyon nagy. Na, hiszi a pisztítod, mit jelent Kuki? Az a maja! Konnichiwa! Nem akarta meghallani, amit kérdeztél tőle. Na, van egy olyan rész, hogy azt mondja, hogy hiszi a piszi. Hiszi a piszi, aki elhiszi. Piszi a piszi, aki elhiszi. Nem piszi a piszi, hiszi a piszi. Nekünk piszi, ez pisit jelent francia. Nem. Nagyon örülök, hogy ezt megtudhattuk. Igen, hülyeség volt ezt megkérdezni, szerintem. Akarsz még valamit kérdezni, Majka, mert elmondja. Én igen, tudja, mi az a mumus, azt is tudja, mi az a mumus. Ja, a mumus, igen, ez az egy kaki. Ilyen... Igen. Mumus. De nem. De megcsinálta, Gabor. Megvette? Nem, megcsinálta, azaz, hogy újra
Nem menekelt, de nem baj, nem baj, nagyon jó. Figyelj, nem, először látlak benneteket ilyen szépen mosolyogni, jól érezni magatokat. Gába most jó volt, sokkal jobb volt, ezt most tényleg megvettem. És én mondom szépen így. De mi volt a jó? Egyébként csak kérdezem, hogy mi volt a jó benne, mi tetszett neked benne? Ilyen Matrix, ilyen lassú mozdulat volt, kung fu, mester, igazi szamuráj. Végig mosolyogtam, most már nincs az a stressz benne, mint ami volt a múlt hét ezelőtt. Sokkal jobb vagy most, Gabor. Talán ez a legfontosabb a duettben egyébként, a szamuráj színűleg, a kung fu egyébként, igen. Nagyon jók vagy. Hogy én a stressz soha nem éreztem bennetek. Én imádom azt, hogy te annyira tudsz magadon is röhögni, Gábor, hogy azt muszáj szeretni. És egyszerűen, amíg ott sportolni kellett abban a csücsökben, addig nem is volt semmi baj. A repnél volt egy kis elcsúszás, amikor egymásra néztük a kasszával, és nem hittünk. Egyébként nem volt sok, egy ilyen 20 másodperc, hamarabb befejeztem, mint hogy meg volt írva. Egyébként az jó, hogy a Gabi tud magán nevetni, de az, hogy mi hogy tudunk rajta, tehát az a legszebb. És azért mindig ide állok mellé, és azt látom, hogy nem tud, szerintem nem lehet rá haragudni, mert irány, egy angyalarcú srác, ahhoz párosul egy nagyon jó csaj. Nem angyalarcú nő. Nem angyalarcú nő. Nem, azt mondom, azt ki volt, hogy röhögtél magadon, majd utána röhögéstől nem tudtad fölemelni a henit. Én azt hittem, hogy a mentő vissza a komolyan. De nagy szerencsé, hogy volt rajta egyébként gatya, mert meddig fölrúgott, figyelted? Rúgjál föl egyet az Andinak? Van alatt a gatya? Mit látott a Tibi, amit nem kellett volna? Engem nem érdekel. Nézd, hogy milyen emelkedése van? Ja, hogy ügyes? Arra gondolsz, hogy ügyes? Igen, végre valamiben ügyes. Jó, oké. Akkor lássuk a pontokat, miért még kiszúrja a szemem a gyerek ceruzájával a Henny. Tibi? Az ostorlábú kucsera Gábornak és Dél Henninek. Megmondtam, hogy 6-tól fog pontozni ma, ugye? Nem magyarázkodj előre. 6-tól pontozok. Igen. És annak fényében 9, jó? 9? A 6-tól pontozok és 9. Erre jó volt! Értem, akkor jó volt. Figyelj, ez a kasszának nagyon tetszett, ez ritka. Andi? Én ezt nagyon szerettem, én tőlem is egy 9-est kaptam. 9-es? Nagyon jó hajú, Kuki. Iszi-piszi azt mondja, hogy még egyszer kunyi soha, és 9 pont, gratulálok. Sokkal jobb, sokkal jobb. 27 pont, az nagyon jó. Az jó. Bravo, menjetek a helyetekre, nem tudom, hogy van ez japánul, igen. De valahogyan konnichiwa, vagy konnichiwa. Nem tudom. Igen. Egy kis közhelyet, meg kufogtassuk el. Arigato. Arigato. Óriási. Kucsera nagyon nagy mester egyébként. Egyszer lesz time-ba, én már nagyon boldog leszek.